Folytassuk is tovább a raktáros elméletet a 11. résszel. Ismertesse a magas raktár jellemzőit, lehetséges változatait, technológiai és funkcionális összetevőit. Kulcsszavak és fogalmak, amik kellene fognak nekünk, tehát a jellemzői, tárolási magasság, kiszolgáló út szélessége, kiszolgáló gép, kiszolgáló targonca, komissiózó gép, komissziózó targonca, áruelőkészítőtér előkészítő tér, tároló tér kapcsolata, anyagmozgató rendszer és a siló raktár jellemzői. Na most nézzük is meg először a magas raktár jellemzőit. Fogalma. A darabáruk olyan állványos tárolási rendszerei, amelyekben a tárolási magasság az általános célú emelő targoncák által elérhető átlagos tárolási magasságot 10 méternél nagyobb magassággal meghaladja és az áruk áványba helyezését, illetve levételét onnan. Az áványok közötti folyosókban mozgó felrakógépek vagy felrakó targoncák végzik. Itt is láthatjuk ezeket a felrakógépeket vagy felrakó targoncákat. A magas raktározási rendszerek elterjedésének okai. A termelési folyamatok automatizálása, raktártechnika fejlődési iránya, a terület kihasználás fokozásának igénye. A korszerű elosztási rendszer fejlődése. Az állványos tárolási rendszeret tovább fejlesztett változata a magas raktár. Megjelenésük gazdasági okokra és technikai fejlődésre, illetve technikai fejlődés eredményeire vezethető vissza. A magas olyan állványos tárolási rendszer, ahol az állványok magassága jóval, Meghaladja a hagyományos emelőmagasságú eszközök teljesítőképességét, az nem ritkán a 40 méter feletti magasságot is elérheti. Tehát 40. méter felett is lehet. A magas raktár. A tárolandó egységek állványokba helyezését, illetve onnan történő kivételét, az állványok közötti folyosókban kötött pályákon mozgó felrakógépek vagy szabadpályás felrakó targoncák végzik, mint itt láthatunk a képen. folyosókhoz ugye a távolási egységet vagy egységeket hagyományos anyagmozgató berendezésekkel szállítják, például homlokvilás targoncával, szállító szalaggal is, vagy görgős pályával is mozgathatják, utána ezek a speciális maga, magas emelési targoncák meg fölemelik. A magas raktár mindazokat az előnyöket egyesítik, amelyeket a soros, állványos technológiai raktárrendszerek nyújtanak. Alkalmazkodó képességet, vagy alkalmazkodó képesség a készlet forgalom ingadozásaihoz, összetétel változásokhoz, közvetlen hozzáférés bármely távolási egységhez, egyúttal kiköszöbölik azt a hátrányt is, hogy kis tárolási magasságnál viszonylag nagy a fajlagos, egy tárolási egységről jutó terület felhasználása. További előnyük a viszonylag kis alapterületen nagy tárolási kapacitás, gyors ki és betárolás, automatizálhatóság, amely létszámcsökkentést jelent, számítógépes irányíthatóság, amely elősegíti az optimális készletgazdálkodást, a gyors és megbízható adat és információáramoltatást, alkalmazásuk elsősorban rangkörülmények között javasolt, amikor kicsi a raktár létesítésére rendelkező álló terület, tehát kicsi a területünk, magasabb a tételek, magasabb a telek árak, nagyobb raktártervezet fogalma, vagy nagy cikkelem számú viszonylag alacsony készlettel tárolandó cikkeknél. És ezt most felolvasom úgy, hogy mindenki értse. Tehát alkalmazások elsősorban körülmények között javasolt, amikor kicsi a raktár létesítésére, rendelkezésére álló terület, például a magas telekárak miatt. Vagy nagyobb a raktár tervezett forgalma, vagy nagy cikkelem számú Viszont viszonylag alacsony készlettel tárolandó cikkeknél. A magas raktárban többnyire rakodólapos rakományokat tárolnak, amit itt is láthatunk, tehát ilyen raklapon van az összes. Nem tartoznak ugyanakkor ide az ömlesztett anyagok, folyadékok tárolását szolgáló sokszor igen nagyméretű hombár vagy hombár tartályok. A magas raktárban az állványzatok között igen szűk folyosok vannak, ez valamint a nagy emelési magasság spe speciális rakodógépek alkalmazását igényli. Ezek a rakománykezelő berendezések a rakományokat a sorok között a rakodótéről elforgatás nélkül tudják kiemelni, illetve oda elhelyezni. Ezáltal sok hely takarítható meg. Minden áruegység közvetlenül elérhető. A magas raktárban alkalmazott felrakógépek vagy speciális targoncák költségesek, a padlózattal szemben igényesek. Célszerű abba vezetősi beépíteni, amely a gépek mozgását irányítják. A felrakó gépesetenként az állványokat terhelő tetőszerkezettel is kapcsolatban van. A kedvező szerkezeti kialakítással ez a raktár már 35 méter magas is lehet, vagy akár 40 méter fölött, amit beszéltünk. A felrakógép nekem mozog, ezért a felrakógépekkel vagy gépel dolgozó magas raktár nem kritikus, bár annak jó a teherbíró képessége természetesen itt is alapkövetelmény. A magas raktárban a felrakógépekhez keskeny folyosó is elengedő, ezért térkiasználása igen jó. A tűzvédelem automatikus öntöző visszoró berendezéseket igényel. A felrakógépek gyorsan dolgoznak, irányítható kézzel, de automatikusan számítógéppel is. A korszerű magas raktár általában számítógépek vezérlik és irányítják. A felrakógép esetenként az állványokat terhelő tetőszerkezettel is kapcsolatban van. Lettetünk szemléletetve, egy áványtartós önhordó magas raktárat. Ö, egyébként ennek az áványtartós önhordó magas raktárnak a beruházása nem olcsó. Tehát igen költséges. Igen gondos tervezést igényel, mert nem flexibilis megépítés után már nehezen módosítható, hiszen nem csak maga az épület, de az állványzat és a kiszolgáló felrakógépek továbbá még az irányító szoftverek is speciálisak, sokszor egyediek. A raktárban az állványzatot már kizárólag felrakógépekkel lehet biztosítani. Ezekkel minden rakomány külön kezelhető. A folyosók szélességét, az alkalmazott rakomány egység mérete, valamint a technológia által megkövetelt biztonsági rátartás határozza meg. A nagy magasságok miatt a hagyományos állványzatok már nem bírják el a rakományok terheit, ezért itt már eltérő anyagokat és álványzat konstrukciókat használnak. Az áru előkészítő tér és a tároló tér kapcsolata. A magas raktár tekintetében áru előkészítő tér, tároló tér kapcsolata a raktározási módtól függ. A középmagas komissziózó raktár tekintetében megoldható az egy lépcsős komissziózás, még a high bay, mindjárt is hajzolom, tehát a raktár esetén jellemzően a dinamikus állványkiszolgálás miatt is két lépcsős komissziózás valósulhat meg, az áruk manipulálása a tárolótéren kívül történik. A magas raktár három eltérő funkciójú területre osztható. Van egy tárolótér, amely a raktár alapfeladatának ellátására szolgál, ahol az állványrendszerek, illetve felrakó gépek találhatók. És van egy előkészítő. Van egy előkészítő tér, amely a tárolást megelőző járművek fogadása, járművek áru áruátvétel tárolási egységek kialakítása, illetve követő komissiózás, expediálás feladatok elvégzésére szolgál. És van egy ö, irányító, tehát egy ö, raktárirányítási hálózat, amelynek feladata a raktári folyamatok irányítása, ellenőrzése, valamint a raktár ügyvitel megvalósítása. Ezeket ismételjük át ö, ö, a tanulás kedvéért. Tehát a tárolótér, amit ugye fölírtam már, amely a raktár alapfeladatának ellátására szolgál, ahol az állvárrendszerek, illetve a felrakóképek találhatók. És van egy előkészítő tér, ami a tárolás megelőző járművek fogadása, járművek kirakodása, áruátvétel, tárolási egységek kialakítása, illetve eskvető komíciózás, expediálás, feladatok elvégzésére szolgál, és van egy irányítási hálózat is, amelynek feladata a raktári folyamatok irányítása, ellenőrzése, valamint a raktári ügyvitel megvalósítása. Tehát van egy tárolóterünk, előkészítőterünk és irányítási hálózatunk. Siló típusú raktár, tehát a magas raktár speciális változatát képviseli az úgynevezett siló típusú raktár. Ez a magas raktár olyan önhordó állvány szerkezet, mely egyben az épület tetejét és oldalfalait is tartja, a raktárokat teljesen automatikusan vezérlik, és elérhetik akár a 40 méter magasságot. Az ilyen magas raktárt magas forgalmi teljesítményű árucikkek nagy mennyiségében történő tárolására használják, az áválrendszert automatikus felrakó gépekkel szolgálják ki. Tehát nem humánisan, hanem automatikusan. Tehát nem humánus erőforrással, hanem egy automata szoftver vezérli ezt az egészet. Tehát kevés emberi erőforrásra van szükség ezek működtetéséhez. Na de itt be is fejezném, hisz véget ért a 11. rész, hisz nagyjából ennyit is kellett tudni a. Magas raktárakról. Úgyhogy én most elköszönnék, úgyhogy további jó tanulást kívánok!